lehetne, az a költségvetés optimistább, lehetne kevésbé borulátó, de azt gondoljuk, hogy ezek a számok, amikkel dolgozunk, bízhatunk abban, hogy a jövőben esetleg ezek pozitív irányokban változásra közölni a költségvetés tekintetében. A polgármester vezette fel a vitát azzal, hogy a működés mellett a korábban elindított fejlesztések befejezése élvez majd prioritást. Ezt szerette volna a város, és ők is ezt találják fontosnak. Ennek egyik eredménye, hogy a működési támogatásokat átlagban 40-60%-kal csökkenteni szeretnék, de bizonyos helyeken teljesen meg is szüntetnék. A város valós költségvetési lehetőségei az én szerintem túllépve voltak finanszírozva. Az alpolgármester szerint a kialakult helyzettől függetlenül mindenképpen akartak átrendezést, főleg a sportot, a kultúrát és a médiát érintő működési támogatásokban. A külső forrás bevonására viszont mindenképpen szükség van. Erre épült az eddigi számolás. Ennek engedélye viszont nem biztosított az önkormányzat részére, mondta el az ülésen dr. Szabó Tamás. Ez most a mostani tudások szerint nem érdekes. Továbbiakat már nem akkor ebben a javaslat, ebben az információban belőttem az, hogy az általuk pénzeszközök ezt vegyük mindvárt. Ezt a részét, hogy ez a helyzettel mit kezdődött a személy szerint, illetve a városvezetése, ezt a már többször kifejtettük együttesen, hát a véleményünk frakció szinten. Ki vagyok a városvezetői? Ti oldjátok meg, illetve a táblázatban minden számok kerülnek bele. Az a ti kompetenciátok, tegyétek elénk, mi meg meglátjuk majd, akár az új verzió esetén is, hogy ez a véleményünk és a hozzáállásunk. Nem hivatalos információink szerint nem fogja a kormány támogatni a városnak ezt a hitelfelvételét. Azért is nem tudtuk elfogadni ezt a költségvetést, mert ebben ugye ez a 834 millió forintos hitelkeret betervezésre került. Úgy gondoljuk, hogy egy sokkal átgondoltabb költségvetésre van szükség. Az alpolgármester és korábbi pénzügybizottsági elnök szerint a bejelentés után újra kell számolni a költségeket, de még mindig bízik a kormány támogatásába. Ennek ellenére bízó azért az országgyűlési képviselőnek a támogatásába, amit többször kifejtett. És a lobby erejében azt gondolom, az lenne a városnak az érdeke, hogy az előző években felhalmozott úgynevezett finanszírozási hiány, tehát a hiteligénynek minimum nagy részét, tehát ha nem is a teljes egészében, de megkaphassa a város, mivel ennek a visszafizetése garantált. Az ülés folytatásában szóba került a különböző politikai oldalak lobby érvényesítő képessége és az is, hogy a kormánypárti frakcióban jelenleg is folynak az egyeztetések a módosító indítványokról, amit csak a februári testületi ülés előtt terveznek benyújtani. A bizottság ebben a formában nem tudta elfogadni a költségvetés tervezetét.